Sziasztok! Most ebből a feladatgyűjteményből fogunk feladatokat megoldani a hasonlóság témaköréből. Úgyhogy az első ilyen feladat az az 1089-es. Ismertettem is a feladatot. Egy háromszög oldalainak aránya 4 az 5-höz és az a 6-hoz. A hosszá hasonló háromszög legrövidebb oldala 0,8 cm. Határozzuk meg az utóbbi háromszög másik két oldalának hosszát. Hát kezdjünk hozzá. 1089-es számú feladat. És akkor tudjuk, hogy a háromszög oldalainak aránya A úgy arányik a B-hez és az a C-hez, mint 4 az 5-höz és az a 6-hoz. Továbbá tudjuk, hogy a hasonló háromszög rövidebb oldala 0,8 cm, vagyis a rövidebb oldal az az A vessző lesz, az A vessző az 0,8 cm. Hát határozzuk meg a másik két oldal hosszát. Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy az A vessző ez 4 egység, a B vessző, ugye a hasonló háromszög B vessző az 5 egység, a C vessző pedig 6 egység. Ezt azért tehetjük meg, mert két háromszög hasonló, ha megfelelő oldalainak aránya ugyanannyi, vagyis ez a hasonló háromszög oldalainak arányára is igaz, fenn kell, hogy álljon. Tehát akkor az A vessző az ugye 4 egység, akkor innen ugye mondhatjuk, hogy 4 egység egyenlő 0,8 cm, vagyis akkor 1 egység az ennek a negyede, vagyis 0,2 cm. Akkor a B vessző az 5-ször 0,2 cm, hát 5-ször 2 az 10, tizede pedig 1 és centiméter. A C vessző, a leghosszabb oldalunk pedig ugye 6 egység, vagyis 6-szor 0,2 cm, ami 1,2 cm. Vagyis következik, hogy a háromszög ismeretlen oldalait meghatároztuk, vagyis a háromszög oldalai nulla egész 8 cm, 1 cm, valamint 1,2 cm hosszúak. Most oldjuk meg az 1090-es számú feladatot is. A feladat a következő, hogy felnagyítottunk egy háromszöget, melynek oldalai 6, 4 és 2,5 cm. A nagyításban az A oldalnak megfelelő A vessző oldal 8,4 cm hosszú. Mekkora másik két oldal a nagyításban? Tehát vegyük fel az adatokat, miszerint ugye az A és a B-t meg a C-t ismerjük. Tehát A, B, C ismert, az A értéke ugye 6 cm, a B értéke az ugye 4 cm, és a C pedig 2,5 cm a feladatban. Aztán tudjuk még innen, hogy az A-hoz tartozó A vessző oldal az 8,4 cm hosszú, tehát innen az A vessző az 8,4 cm. És akkor keressük a B vessőt, valamint keressük a C vessző oldal nagyságát. Hát amit elsősorban meg tudunk határozni, az az arányossági tényező, hogy hányszoros a nagyítás.
ugye az arányossági tényezőt lambdával jelöljük, ugye ez a jele, lambda, az pedig ugye kiszámítható, hogy a kép és az eredeti tárgynak az arányát vesszük, vagyis A vesző per A, behelyettesítés után 8,4 cm törve, 4, de ugyis itt 6 cm, csak rosszat látok, és egyszerűsítünk, ezt pedig, ha akarjuk, kiszámítjuk a számológéppel, tehát 8,4 törve 6-tal, eredménye pedig, na ez nem azt adja ki, mert azért nem, mert figyeljétek, itt maradt az előző videóról a statisztika jelzés, kivisszük innen, tehát mód és kompjúterrel visszavisszük. Na, akkor most még egyszer, 8,4 törve 6, és működik a számológép, úgyhogy ez pedig 7/5. Aki ragaszkodik a tizedes törtekhez, hát annak ugye ezzel az SD-vel átírja, ha véges, akkor nem probléma, ha végtelen tizedes tört, akkor van baj. Tehát ez így 1,4 szeresére változik minden oldal, ezt jelenti. Ez szerint a B vesző az ugye B-szer lambda, azaz a B az 4 cm szer 1,4, 4-szer 1,4, vagy kiszámolja fejben, vagy számológéppel, biztos, ami biztos, ugye 5,6 cm-t adott eredményű. Számológépet is nagyon könnyen félre lehet olvasni. C vesző egyenlő, ugye C-szer lambdával, azaz 2,5 cm szer 1,4, és az eredményünk, azaz 2,4 szer 2,5. Jót írtam ide, jól van. Tehát 2,5-ször 1,4, eredménye pedig 7/2, vagyis 3,5 cm. És akkor a kérdésre a válasz, a hasonló háromszög oldalai 5,6 cm, 3,5 cm hosszúak. És akkor kész is vagyunk. 1091-es feladatot is nézzük meg. Két hasonló háromszög közül az egyik oldalai 9, 12 és 16 cm, a másik háromszög leghosszabb oldala 1 cm. Mekkora a másik két oldal? Hát hasonló a feladat az előzőhöz, csináljuk meg ezt is. Tehát 1091-es feladat. És akkor itt is vegyük föl a háromszög adatait. Tehát ismerjük az A, B és a C oldalt, rendre. Az A oldal ugye 9, a B az 12, a C pedig 16, és ezek mind azonos centiméter egységben vannak megadva. Na most, mit tudunk még a feladattal kapcsolatban? Azt, hogy a másik háromszög leghosszabb oldala 1 cm. Vagyis ez a leghosszabb oldal, akkor az a C-hez fog tartozni, és akkor a C-vesző lesz az 1 cm. Akkor innen most felírhatjuk az arányossági tényezőt. Hát persze ugye keressük az A-vesszőt, és keressük a B-vessző értékét. Szóval írjuk föl az arányossági tényezőnket, a lambdát. Hát, hogyha valaki nem akar ezt a görögbetűt használni, használhatja például a K-t is, de egy biztos, hogy az ABC-t azt ne használja, mert az már foglalt a feladatban. És akkor ez az arányossági tényező, ez nem más, mint ugye a C-vesző és a C-aránya. Az új és a régi hányadosa.
Ekkor ugye C vessző helyére beírom, hogy 1 cm, a C helyére pedig, hogy 16 cm. Ez 1 16-ot. Hát hagyjuk így, de hogyha nagyon át akarod váltani, és szereted a tizedes törteket, akkor megteheted, mert 16-tal osztva is véges tizedes törtet kapunk. Én most nem teszem meg. Na most ekkor az A vessző értéke, ugye, az az A-nak a lambda szorosa, vagyis A helyére beírom, hogy 9 cm szer lambda helyére az 1 16-odot, és ez nem más, mint 9-szer 1 16-od, mint hogy 9 16-od cm. És ennyi. Nem kell ezt átváltani, nem kérte a feladat. A B vesszőt is meghatározzuk, azt viszont ugye a B-szer lambda, tehát az oldal az lambda szorosára változik, vagyis 12 cm szer 1 16-od, azaz 12 16-od cm. Hát ezt még lehet egyszerűsíteni mondjuk 4-gyel, vagyis így ez 3 negyed cm. És akkor válaszoljuk meg a kérdést, ugye? A kérdés az 1091-es feladatban az úgy szólt, hogy mekkora a másik két oldal. Vagyis a másik két oldal az pedig ugye 9/16 cm, illetve 3/4 cm hosszúak. Oldjuk meg az 1092-es számú feladatot is. A feladat a következőképpen szól. Két egyenlő szárú háromszög szárszöge egyenlő, az egyik háromszög alapja 10 cm, szára 17 cm. A másik háromszög alapja pedig 8 cm. Határozzuk meg a másik háromszög szárának hosszát. No hát kérem szépen, akkor egy kezdetleges rajzot azért ejtsünk meg. Van az eredeti háromszögünk, és a hozzá hasonló másik háromszögünk. A következőket tudjuk erről a háromszögről, azt, hogy a két háromszög szárszöge megegyezik, és mivel ez egyenlő szárú háromszög, és a másik hasonló háromszög, ezért ez is egyenlő szárú kell, hogy legyen, és hogyha a közbezárt szöge a háromszög két oldalának megegyezik, akkor a harmadik is nyilván hasonló lesz vele együtt, a harmadik oldal, tehát ezért azt mondhatjuk, hogy az alapok is hasonlóak lesznek, tehát alap és szár. Tehát az alap értéke a következő, vegyük elő újra, az alap értéke 10 cm, szára pedig 17 cm hosszú, tehát 10 cm és 17 cm, és a hozzá hasonló másik háromszög alapja pedig ugye 8 cm hosszú. Vagyis ő lesz itt az A vessző, ez itt a B vessző és a B vessző. Azaz következik belőle, hogy a B vessző az 8 cm. Innen ugye az arányossági tényező kiszámítható. Na, itt súlyosat hibáztam, nem a B vessző, hanem ugye az A vessző lesz a 8 cm. Jó helyre írtam, de az A vessző az A-hoz hasonló szakasz. Na szóval a lambda az ugye A vessző per A, vagyis következik belőle, hogy 8 cm per 10 cm, 8 tized az 0,8 tized. Hát folytassuk tovább.
Ekkora B-vessző a kérdés, vagyis B-vessző az ugye lambda szor B. Ekkor ugye 0,8 × 17 cm, ennek kiszámított értéke pedig 13,6 cm. Vagyis a hasonló háromszög, írjuk ki, nem rajzoljuk, szárai 13,6 cm hosszúak. És akkor a feladatot megoldottuk. Oldjuk meg az 1094-es számú feladatot is. Egy ház tervrajzán egy 5 méter hosszú szoba 2 cm. Hány cm felel meg a szoba 3,8 méter szélességének a tervrajzán? Vagyis van egy szobánk, és tudjuk, hogy ez 5 méter, ez itt a valóság, ez pedig a tervrajz. Az is egy hasonló téglalap lesz, és ugye az 5 méter az 2 centiméternek felel meg. A kérdésünk pedig az, hogy a 3,8 méter széles hosszúsága az mekkorának felel meg. Na most két hasonló síkidomról beszélünk, és a hasonló síkidomok megfelelő oldalainak aránya az állandó. Vagyis az x a 2 cm-hez úgy aránylik, mint a 3,8 az 5 méterhez. Itt nem cserélhetjük meg az oldalakat, tehát ha föl akarjuk írni a megfelelő arányokat, akkor például lehetne azt is csinálni, hogy az alsó úgy aránylik az alsóhoz, tehát x úgy aránylik a 3,8-hoz, és méterben, mint ugye a bal szélső a bal szélsőhöz, tehát rendezett aránypárokról kell beszélni, a 2 cm az 5 méterhez. Vagy ezeknek a reciproka, tehát így ezek a helyes aránypárok. Nem mindkettőt is megoldhatjuk végül is, és akkor beláthatjuk, hogy teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben veszed föl, az összetartozó párok aránya legyen állandó, ez itt a lényeg. Hát ezzel vegyük észre, hogy méterrel tudunk egyszerűsíteni, és felszorzunk 2 cm-rel, ekkor x egyenlő, hát 2 cm szer 3,8 per 5, végeztessük el a műveletet a számológép segítségével, mi szerint ugye 2, na, még egyszer, tehát 2 szorozva, 3,8 törve 5-tel, eredményű pedig ugye 1,52 század centimétert kapunk. Hát itt ne vigyük lejjebb, ugye ez 15 mm és még 2 mm, hát a tervrajzon, hát számítógéppel azért ez megrajzolható. Nézzük a másik aránypárt is, azok egyenlőségét, hát vegyük észre, hogy itt csak 3,8-al szorzunk föl, x egyenlő 3,8 méter szer 2 cm, és törve az egész 5 méterre. Hát ugyanaz egyébként, amit itt kiszámoltunk, méterrel itt tudunk egyszerűsíteni. 3,8 x 2 van a számlálóban, megcserél tényező sorrendre, és osztjuk 5-tel, tehát ennek az eredménye sem lehet más, mint 1,52 cm.
És akkor válaszolva a kérdésre, a tervrajzon a szoba szélessége ½ cm hosszú. Megoldottuk ezzel a feladatot. Oldjuk meg az 1095-ös számú feladatot is. Egy háromszög oldalainak aránya 3 a 4-hez és az 5-höz. Határozzuk meg annak a hozzá hasonló háromszögnek az oldalait, amelynek leghosszabb oldala 3 cm-re hosszabb a legrövidebbnél. Na hát akkor ugye ismerjük, hogy az A, B és a C oldalak aránya az 3 a 4-hez és az 5-höz, és tudjuk, hogy a hasonló háromszög oldalainak aránya is ugyanennyi. Tehát az A vesző, B vesző és a C vesző 3-as arány szintén ugye 3 a 4-hez és az 5-höz kell lennie, hiszen ezek hasonló háromszögek. Azt tudjuk még innen az 1095-ös számú feladatból, hogy a hozzá hasonló háromszögnek az oldalait kell meghatároznunk, és a leghosszabb oldal 3 cm-re hosszabb a legrövidebbnél. Tehát a leghosszabb az a C vessző, és a legrövidebb különbsége, az A vessző különbsége az kereken 3 cm hosszú. Na most ezeknél a feladatoknál ugye azt tudjuk, hogy az A értéke az, vagy A vessző értéke az 3 egység, a B vessző értéke az 4 egység, és a C vessző pedig 5 egység. Na, megint előre vagyok, tehát a C vessző az 5 egység hosszú. Ekkor ugye, ha behelyettesítünk, az 5x és a 3x különbsége, az lesz a 3 cm, vagyis 2 egység a leghosszabb és a legrövidebb oldal különbsége, ami 3 cm, és innen az x az 1,5 cm. És akkor a hasonló háromszögnek az oldalai rendre, tehát A vessző egyenlő 3-szor 1,5 cm, az 4,5 cm, a B vessző az ugye 4 egység, vagyis 4-szer 1,5 cm, az 6 cm, és a C vessző az pedig ugye 5 egység, vagyis 5-ször 1,5 cm, ez pedig 7,5 cm. Hát valóban a leghosszabb és a legkisebb oldal között ugye 3 cm a különbség, és az oldalak aránya 3 a 4-hez és az 5-höz. És akkor válaszolva a kérdésre, a háromszög oldalai négy és fél centiméter, 6 cm, valamint 7,5 cm hosszúak. És akkor a feladatot megoldottuk. Oldjuk meg az 1096. feladatot is. A feladat a következő, hogy egy háromszög oldalai úgy aránylanak egymáshoz, mint 2 a 4-hez és az az 5-höz. A hozzá hasonló háromszög kerülete 55 méter. Határozzuk meg a háromszög oldalainak arányát. Hát tudjuk, hogy az A és a B, illetve a C háromszög oldalainak aránya az 2 a 4-hez és az az 5-höz. És azt is tudjuk, hogy a kerülete az kereken
55 méter. Határozzuk meg a háromszög oldalait. Hát ugye az A vesző és a B vesző meg a C vesző is, ezek kölcsönösen egymásra hasonló háromszögek. Ha azt írom ki, hogy az A egyenlő ugye két egység, a B egyenlő négy egység, és akkor a C egyenlő öt egység, teljesen jó válasz, és akkor az eredeti tekintem az A vesző, B vesző, C vesző háromszögnek. A kerületet azt úgy szoktuk megkapni, hogy A meg B meg C, és ez ugye 55 méter, behelyettesítünk ezekkel az egységekkel, 2x meg 4x meg 5x, egyenlő 55 méterrel, vonjunk össze, 2 meg 4 az 6 egység, meg 5 egység az 11 egység, egyenlő 55 méter, és innen x egyenlő, ugye 11-el osztunk, kereken 5 méter. Megvan, hogy mekkorák az egységek, innen A egyenlő 2x 5 méter, azaz 10 méter, a B egyenlő 4x 5 méter, azaz 20 méter, és C egyenlő 5x 5 méter, azaz 25 méter. És ez valóban kiadja az 55-öt, 10 meg 20 az 30, meg a 25 az tényleg 55 méter kerületet ad. Vagyis válaszolva a kérdésre, a háromszög oldalai tíz méter, 20 méter, illetve 25 méter hosszúak. A feladatot megoldottuk. Oldjuk meg az 1097-es feladatot is. A feladat pedig a következő. Ugye egy háromszög oldalai 0,8 méter, 1,6 méter és 2 méter. A hozzá hasonló háromszög kerülete 5,5 méter. Határozzuk meg az alábbi háromszög oldalainak hosszát. Hát akkor kezdjünk is hozzá, vegyük fel az adatokat. Ugye van az A, B és a C, önkényesen döntöm el, ugye az eredeti háromszögnek melyik oldalát mivel nevezem el. Vagyis 0,8 méter, aztán a másik oldala 1,6 méter, a harmadik pedig 2 méter hosszú. És akkor tudjuk azt, hogy a másik háromszögünknek a kerülete, ezt K vesszővel jelölöm, a kerülete az pedig kereken 5,5 méter. Akkor számítsuk ki a megfelelő oldalakat, az A vesszőt, a B vesszőt, illetve a C vesszőt. Ezek itt a kérdések rendre. Na most ugye ezek hasonló síkidomok, és a hasonló síkidomok megfelelő oldalainak aránya az ugyanannyi. De nem csak az oldalak aránya ugyanannyi, hanem az oldalak összegének aránya is ugyanannyi, és ilyen módon ugye a kerületek aránya is megegyezik, vagyis ez lesz itt az arányossági tényezőnk. Hát akkor ki kéne számolnunk a kerületet, hogy megfejthessük. Azaz a kerületünk a következő. A kerület egyenlő A meg B meg C, vagyis a kerület egyenlő 0,8 méter meg az 1,6 méter, valamint a 2 méter. Adjuk össze, 0,8 meg 1,6 az 2,4, meg a 2 az 4,4 méter. És akkor helyettesítsünk be, hogy megkapjuk az arányossági tényezőnket. Lambda egyenlő, ugye 5,5 méter per 4,4 méter, méterrel tudunk egyszerűsíteni. Aki nem akarja elkapkodni, az beüti a számológépbe, és akkor
5,5 törve 4,4-jel, ne lepődj meg az eredményen, de ez 5 negyed, vagyis 1,25 század az arányossági tényező nagysága. Vagyis az oldalak 25%-kal növekednek. Ekkor rendre az A vesző, az ugye lambda szorá, azaz 1,25-ször 0,8 méter. A B vesző az lambda szor B, azaz 1,25-ször 1,6 méter. Valamint a C vesző értéke az lambda szor C, azaz 1,25-ször 2 méter. Na hát akkor számoljuk ki rendre ezeket az értékeket. Vagyis 1,25-ször 0,8 értéke kereken 1 méter. Aztán folytassuk a másikkal is. 1,25-ször 1,6, hát mondhatnám, hogy kétszer akkor a számmal szózok, akkor duplája lesz, vagyis 2 méter, és teljesen jó így. És 1,25-ször 2, hát azt vagy tudja felbe, hogy 2,5, vagy kiszámolja külön, azért ne használjuk állandóan a számológépet. Volt idő, amikor tilos is volt, sőt nem is volt számológép, és úgy kellett érettségizni. Na hát akkor ebből, ugye, hogyha visszafejtjük, 1 meg 2 az 3, meg 2 és fél valóban kijön az 5 és feles kerületünk. És akkor válaszoljuk a kérdést. A hasonló háromszög oldalai, írjuk ki a háromszöget, ne rajzoljuk. És akkor felsoroljuk. 1 méter, 2 méter, 2,5 méter hosszúak. És akkor a feladatot megoldottuk.